my god, hamarosan itt is van az új karakter, Clancy. Gyorsban be is pengedtük a csúszikódot természetesen a shopba, még mielőtt, hogy megvásárolnánk, és elvileg már csak pár másodperc, két másodperc, és serülni fog ugye a special offer, illetve minden is a játékon belül. Let's see, hogy tényleg igaz-e, és beérkezik-e ugye egy héttel hamarabb az új season előtt, és igen, ott is van 9500 természetesen, hiszen ugye egy mítikről van szó, nézzük, hogy miket is kaphatunk, hát valószínűleg hasonló díleket, mint amiket eddig megszokhattunk. Igen, gyakorlatilag ott van ugye a 4000 coin is, ott van a 80 gem, that's a good deal, úgyhogy azonnal rántjuk is befele, és megyünk befele pusholni. Nem tudom a jelszavamat, megint nem tudom megvenni. Let's go, gyerünk, mi van? Mi van? Elég mutatta, hogy megvettem! Jó, végre, oké. Okay. Come on, come on, come on, come on. Come on, yes! Fú. Oké, okay, itt a Clancy. Hát oké, okay, egy pár perccel is ment itt. De nem baj, nem baj, nem baj. Amúgy tök jó lesz, hogy a skinje az nagyon fullos lesz, de azt még későbbiekben kapjuk meg. Viszont itt is az idő, hogy gyorsban akkor fullozzuk is. Minden majdnem 900 kupán van, meg 71.000 kupán vagyunk, viszont akkor... Hát nem tudom, hogy van elegendő powerpointom, vagy coinom. Áh, éppen hogy volt, éppen hogy volt. Alig maradt már egy kicsike. Gyorsban egyébként be fogom húzni mind a kettő star powerjét, mindegyik gadgetjét, ugyanúgy egyébként helyzetfüggő, hogy melyik lesz a jobb a gadgetből, és egyébként a dash-elés ugye előre. De lehet, hogy az jobb lesz egyébként a dash-elés, illetve veszünk rá nyilván gírt, és hát akkor legyen már fullos. Ez is lehet, hogy a speedest veszük meg egyszer, mert az is jó lehet, illetve vegyünk akkor még egy ilyet, és shieldest, és shit. Minden is ott van, és akkor megpróbáljuk ezzel. Classy animáció, let's go! Ú, a DMC! Hát már is látszik, hogy sokkal jobban kidolgozott, mint az előzőek. My mission is simple. Go behind enemy lines, eliminate targets. Ó, rendes ez sztori. Jaj! A jó kis trió. Amúgy imádom mind a három karit, tényleg. Most jöttem rá, hogy a DMC-ből mindegyiket imádom. És remélhetőleg ezt a Clancy-t is nagyon fogjuk. Sheesh! Rendesen, mint hogy egy mese lenne, bro! What? Nem! Nem! Mama? Kicsit fogykos a kari. Tiszta PTSD-je van szegénynek. Ennyi? Egyébként jó fej volt, de nyilván azért nem olyan király, mint amilyen a God of War-os téma volna le, akkor nézzük is, hogy mit tud az új karakter. Menjünk, dash-eljünk előre, reloadoljuk, csekkoljuk elsőnek azt, illetve, hogy több tokennel kezdünk, hogy egy kicsit erősebbek lehetünk. Hát lehet, hogy jobb lesz majd a másik, leteszteljük elsőnek knockoutba, menjen, pörögjön. Kiderül, mit is tudunk vele. Az lenne a legjobb, hogyha minél pörgősebbeket tudnánk játszani, lehet, hogy egyébként Brawl Ball-ba kellene bemásznunk, sőt, van egy önérzés, hogy Brawl Ball-ba, úgyhogy nyilván most még itt az elején, hát amúgy ez nem is biztos, hogy... De ez is lehet, hogy bot? Vajon bot vagy sem? Ja, egyébként valószínűleg, hogy BB-be kellene, ugye nyilván helyzben lesz a legjobb a karakter, tehát mindenféleképpen helyz lesz neki a legtutibb. Abban nagyon frankó lesz, hiszen rengeteg damage-e van a szuperjével, és nyilván fel is tudja, hogy majd upgrade-el magát annyi idő alatt, tehát egészen okés lehet, de most mindjárt meg is kapjuk már a level up-unkat, ott is van tokenekből, de hát ez nagyon haladós, ez nagyon haladós. Viszont szerintem még a BB ennél is haladósabb itt a legelején, úgyhogy arra fogunk gyorsban átváltani. Azt mondja, hogy gyere BB, Super Beach, hát figyelj, nem egy rossz map, de nem is a legjobb, igazából nem lesz ez annyira rossz. Hát figyelj, de igazából nem így az van rendesen a karakternek, szóval azért ilyen részről nem rossz egyáltalán, főleg amikor ugye upgrade-eljük, és ugye a második, tehát ahogy most majd upgrade-elődik, az a token ugye bezöltődik, az a csík, akkor lesz igazán jó, mert akkor már ugye két ammót lő ki egymás után, tehát annak van azért sebzése bőven, illetve ilyenkor, amikor megvan a szuperünk, na teszteljük le, hogy mit tudunk ezzel, nézzük! Te jó ég! Jézusom! Jó, ezek még itt botok itt az elején, de azért látszódik, hogy mennyi damage-eket fog ez kitunkolni. Szegény szép, az nagyon kapni fogja. Pont azon gondolkoztunk, hogy milyen durva lenne, hogyha éppenséggel bejönne mellé egy healer, meg még egy healer. Tehát ott lenne akár a Dagi is, aki újraéleszti, és mondjuk, hogy a szép alatt vagyunk, akkor folyamatosan tolhatnánk szinte a szuperünket, úgyhogy ez nagyon broke kellene a Karinak. Damn.
Damn! Let's go, baby! Let's go! Na de nézzük meg azt a gadgetünket, hogy mennyire király. Amúgy figyelj! Figyelj, már is felejtettem, eléggé nagy a range ennek a dashnek. Egyáltalán nem olyan rossz, főleg akkor, amikor majd a szuperünket ugye az arcukba akarjuk túrni. Tehát ilyen részről mindenféleképpen rendben lesz ez a karakter. És talán emiatt is lesz jobb ez a gadget. A másik nyilván hamarabb ugye fel tudja fejleszteni, tehát sokkal ütősebb lenne már a legelején a játékban, ami megint eléggé király. Nagyon megnézzük majd a másik Star Power is lenne akár, ugyanakkor nem több tokennel kezdek meg ilyesmi. De mindjárt lecsangeljük csak azért, hogy a következőben megnézzük, hogy úgy milyen is lenne. De hát eddigiekben szerintem eléggé fullos, akárhogy is nézzük. Akárhogy is. Rendben van, nagyon a karakter, let's go! Ugye és közben reloadon is tudok ammót ezzel, tehát nem csak az, hogy dash-elek, hanem egyet vissza is töltek, ami megint nagyon jó cucc. Hát a Star Power, hogyha pedig change-elnénk a másikra, akkor meg ugye instant vissza is tölteném alapjáradon is. Tehát az összeset, jó, azt most jól benéztem, de ráugrok és kész! Lenyomni a csiki-csukikat ezzel! Tehát a másik SP-t láttam, akkor az a pedig amúgy instant, hogy megölök valakit, ugye vissza is töltődik az ammóm, ami azért eléggé broken tud lenni ugyanúgy, hiszen az összes ammóját betölti. Normális. Csak hát nem kapunk annyi tokent az elején, de amúgy szerintem egyébként ez jobb lehet. Tehát az, hogyha ölünk valakit, mert az a három token az nem egy nagy extra, azt hamar be lehet amúgy gyűjteni. És a double tokenes téma, I don't know, én inkább a dash-est érzem igazából jobbnak meg ezt, hogy reloadolja az ammóit. Sokkal multifunkciósabb lesz, magasabb szinteken is. Itt azért ez nem egy nagy extra eddigiekben. Tehát látszódik, hogy azért sebzés az ott van. Amúgy figyeljetek, ez már a real player, nem mindegy, hogy egy bot idáig kinyomta volna. Na nézzük, mi a helyzet. Bro. For real, és most akkor elvileg nagyon durván töltöm befelé, jaj, de nagyon durván. De ezt is akkor érdemes, hogy ezt a gadgetet eltolni, amikor szuperünk van, hiszen azt is megduplázza, figyeljétek például. Jó, hogy majd Domi nem lőtte volna éppen be, akkor most pont mehetne is. Nem baj, nem baj, nem baj. Kell a gadget, kell a gadget. Ne lőjétek meg! Ne lőjétek meg! Nem tudom demonstrálni, hogy mennyire komoly lett volna ez pedig itt. Jó, akkor következőbe, következő körbe, következőbe. És azért nagyon broken ez a karakter, mert nem olyan, mint például Surge, aki, hogyha meghal, vagy éppen kezdődik egy izé. De hogyha meghal, akkor ugye Surge-nél az upgrade-ek azok elveszítődnek, de ennél a karakternél nem. Ennél a karakternél megmarad mindegyik. Úgyhogy nagyon, nagyon komoly. Nagyon komoly cucc. Yes, 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 yes. Nagyon tuti. Síí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 í Figyelj, most nem kéne árodni itt a dolgokat, hanem a tokeneket gyorsba gyűjteni befele. A cooldown viszont azért ott van a szeren, tehát hogy nem tudod instant nyomni azonnal, hogy szeretnéd a következőt is pumpálni. Hát egyébként ezzel meg vagyunk, most én ezt is bevágom, csak azért, hogy majd tudjam demonstrálni a szuperem. Nagyon is nagyon rakom, mint hogyha segítenék nekik, érted? Már rendesen elkezd itt a tímelni a csávó. Azt hiszi, hogy velük vagyok, pedig nem így van ez. Na hát amúgy jó az a három token kezdésnek, egyébként nem rossz. Most megvan a szuperem, úgyhogy a következő körben azt instant az arcukban is fogom pörgetni, és akkor mehetnek is ott a fejlesztések ugyanúgy. Már ő maga adja át. Légy szíves, végezd be. Na figyelj, figyelj, figyelj. Ott van és ugyanúgy pörgeti befele ugye sokkal gyorsabban, de természetesen nem feltétlen ez a BB map lesz neki a legjobb, hanem a helysz, ami sajnálatos módon ugye a mai nap folyamán nincsen, csak majd délután 4-kor fog change-elődni, úgyhogy akkor lesz érdemes, aki esetleg abban szeretne, tehát ki lehet próbálni nyilván a hot zone-t is, csak azok ezek egy lassabb játékmódok, úgyhogy egy darabig nyilván BB lesz, knockout, és nyomjuk tovább a push-t, mert ezzel a karakterrel easy lesz a 900, még akár felette is.